Hello! Szép napot! Elindultam, ma ötig vagyok. Kicsit hűvösebb a szél van, mint tegnap, de az idő nagyon jó. Ennyit akartam. Tali ott. Képzeljétek el, valahogy sikerült bekapcsolnom a talpeg gombot. Nem tudom, hogy a hosszanyúlt hang, nem tudom, hogy kell, nem ismerem az üzemmódot. Nem bírtam kikapcsolni, mindenre háromszor kell rákattintani, hogy érzékelje. Mire bejutottam, eltelt vagy 5 perc. Szörnyű, undorító. Miért tesznek ilyen szart? De semmi értelme. A gyerek majdnem elütött a nyanyát egy gyerekkel, mert ő nem áll meg a zebrán. De a fejhallgató az rohadtul fontos a fejére. Miután eljöttem a napfényesig, kaptam egy floorstyle wokbárt, ami mellett ugyan tulajdonképpen eljöttem. Nagyon fáj a fejem, és nem volt otthon semmi. Bár tudtam reggel is, hogy kelleni fog, de nem volt otthon semmi. Érdekesség, hogy van rajtam még egy cím. Nagyon remélem, hogy innen, vagy valami közeli helyről. Kész van. Na, 2 ételt kaptam, ahogy mondtam, és az elsőt viszem a... Már megnyomtam, hogy indulok, ne szórakozzál vele. Paulai Ede utca 12-be. Úgyhogy én itt átmegyek. Nem kerülök bár. Bár. Tök mindegy, jobb itt átmenni. Vagyok, Paulai Office, ide kell jönnöm. Kollégának is nagyszerű. Hát akkor csókolom. Mi van ma itt? Leraktam, mert itt le kell rakni. Ott megy, várom, hogy bemenjenek a többiek, mert nem férünk el 4-en, sőt 2-en se. Vagy az időség. Ott van, oda be kell menni, haladjál befele. Maradjál csöndbe. Rossz helyre vagyok. Köszönöm, tudjuk. Hát gondolj, hogy 4-en állunk, és hogy egy ember férő helyre nem fogunk beférni egyszer. Tudom, baj. Jó. Most meg Andrássy 30 a cél a második ételvel. Fura, hogy ilyen sokan jöttünk ide. 5 ember. Vagy 1-2-3-4-en voltunk ide. 4. Tulajdonban a 30, úgyhogy bukta sajt. Hát én itt valamit nagyon benéztem, mert közben most írja, hogy 23. Mondom, veled mi van? Nagyon jó! Leraktam, ezt is csak le kellett rakni, és most humusz várja a nagymezőből. Mert mindig olyan furán tompán halok pedig. Mondjuk tudom, hogy a sapka miatt van egy része, de nem tudom. Viszont kevésbé fáj már a fejem, ami jó hír. Vagyis vízhiány volt. Megvan. Ide jöttem ugyanis. Átvettem. Szia! És megyek a felső erdősor 3-ba. Itt is vagyok. Hát! Legalább van lift. Ez is egy régi ház, mégis tudtam bele liftet építeni. Amúgy, hello! Hogy vagytok? Én vagyok Ferde általában. Nem a kamera, mi?
kezdem megfigyelni. Én állok így. Na, ezt is átadtam, ez volt a harmadik, 12 óra 3-kor. Jó, nem mondom, hogy hű, de gyors, de ez van. Viszont gyorsan leraktam a hármat ahhoz képest, hogy amikortól már megvolt az étel is nálam volt, úgyhogy ezzel nincs para. Nem hiszitek el, mutatok egy trükköt, amivel be lehet jönni normálisan az ajtót. De egyébként van itt hely, látjátok a kukáknak? Annyit kéne csinálniuk csak, hogy fogják, és beljebb hozzák kettő darab kukával az egészet, és ne essék. És ennyi, és már is ki tudok menni. Normálisan, nem akadok be semmit, látjátok? Ennyi. Na, tessék, miért a nehéz? Semmi, ugye? Tudtam egy következő címet, ami a Win-Win City, és ez a hülye forgatás, mert mindig itt van. A Win-Win City meg itt van. Hello! A faképű angyal. Úgy bámult bent a nőszemém, olyan pofát vágott. Hát semmi jó napot. Elköszönésnél már szíve jutottam, de ennyi. Végül is nem én késtem, én most kaptam 2 perccel az ölt. Viszont a Ne Felejts utca 55-ben megyek vele. Elvileg ez az 55. Ide jövök. Na, ezt átadtam. És most jön a következő címem, ami a Hari Kebab. Na látjátok, ennél az épületnél nem kellett elmagyaráznom. Meg tudták oldani maguktól is. Na az van egyébként, hogy ez egy jó nap, mert 12-21-kor leraktam a negyedik címemet, úgyhogy 12-3-kor raktam le a harmadikat, úgyhogy szerintem ez így jó. Na mindjárt ott vagyok. Mindjárt. Rózsa-Györgyi út 102. Na hát, nagy cím, akkor fordulunk. Ez az. Rózsa-Györgyi út, bocsánat, nem Györgyi. Hát ide érkeztem véletlenül. Azt mondja, hogy tényleg véletlenül. Meg kell nézni, mit írok be. Jó, oké, megvan. De. Itt már másnél volt kiírva. Még jó, hogy ugyanaz a szám. Remélem, nincs félemelet. Átadtam az 5. címemet, ami kicsit belassította a dolgokat, de ez van, 12:45-kor. Hát ez tényleg belassította. Ezt kell szeretni. Nézd meg, nem azt csinálja, amit én kérek tőle. Még 19 percen van a felvételből, de sajnos nincsen 19 cím. Ott az a kutyus az ablakban, marha jó! Csöpe, oly ki van a kis feje, meg kell zabálni. Jaj, az a kutya nagyon jó fej! Hogy kint van? Csípem. Jöhetne cím. Éjszakaján pedig már letelt az időm, meg kell kérdezni. Köszönöm szépen, hogy kiderült, hogy a kolléganő szólt, hogy nyomják le, de ők nem nyomták le, mert el voltak foglalva, viszont kész volt az étel, úgyhogy meg is kaptam, és most elindultam a Veselényi 76-ba. Ez a 74. Hoppá, hol veszett el a 76? Egy kapusa volt. Vagy mégis? Csak nem láttam. Ja, egymás mellett van, jó van akkor. Azért nem tűnt föl.
Akkor ide jövök, ez 76. Azt mondta a vendég, hogy lejön. Na, egy pár perccel ezelőtt csak itt beszélgettem. Másikat még nem kaptam, ezért ráértem. Megkaptam a 7. címem, ami a tüköri. Már voltam ott, nem volt kész, letelt. Na tehát, tüköri étterem volt a következő, és nagyon sokat kellett rá várni, mint mindig, ami fura. Itt még a vízre is sokat kell várni a csapból. És most ezt elviszem a Jókai 36-ba, tehát igazából nagyon-nagyon közel. Megint kiírt a memória gondokat, ez a dög az előzőekben. Mindent újra csináltam, kivettem a memóriát, betettem, úgyhogy ez nem a memória hibája, már mondtam. Kamerái, nagyon elegem van belőle. Két csengő is volt, bal oldalt és meg jobb oldalt, és dönts bele, melyik kell neked. Hát átadtam, a 7. is itt jön a 8., de közben eszem, mert továbbra is éhes vagyok. Ennyi. Marinátofű és kovászos kiflu. A következő étterem pedig a Salad Box. Eiffel. Oda úgyis csak gyalogtól kéne menni szinte. Mindjárt ott is vagyok. Az a kérdés, hová kell vinnem, azon gondolkodom. Nem néztem meg. Biztos jó messzire, mert nagy a tábla. Aha, nagyon. De hogy viszem messzire? Isabella vagy Szondi? Már nem tudom. Hello! Isabella, 79-ben viszem az ételt. Most már hűvösebb van, nem olyan meleg, mint tegnap. Érintkezésmentes kér a vendég. Ja, bocsánat, piszkálja az vacak. Jó, szóval egy, és akkor tesz 79 szemben. Mink ez mutgassát írta, hogy azt írta, hogy érintkezésmentes, és közben meg vigyen fel az irodába, úgyhogy nem tudom az, hogy van. Milyen nem is parfumszag van? Megfejeltem. Hello, van mi volt? Hogy vagytok? Én most egy kicsit jobban vigyázom a címen. Megint koszos a lencse. Na, én leraktam a megfelelő ajtón, a többi már nem rajtam múlik. Következő cím nem van. Ellenben ez volt a 8., és az jó. És megyek ezzel a címmel, amit most kaptam, innen a Preferitából, a Bródi Sándor utca 30A-ba. Most már hideg van, lehet, hogy föl fogom venni a vastagabb kesztyűt. Lesz a 30. Ez a 32. És akkor ott a következő. Ide jövök, ez az a király.
Ez a jó hely. Ez is megvan. Ja, ott van az ajtó. Másikat most még nem kaptam. Jaj. Úgy. Nagyon rosszul van megcsinálni, ezt kihagytam volna ezt a bringa utat innen. Ide kellett volna a bringa út, oda meg az autó. És ennyi. Nem így, pont fordítva kellett volna, hogy itt ne legyen egyenes sáv, csak kanyarodó. Mert akkor itt lehetne normálisan közlekedni. Ezek az egyenes sávnak semmi értelme. Tehát mennyit? Két autó talán be tud állni? Még annyi se. Én ezt a bringa utat egyáltalán nem támogatom, ez életveszélyes. Na, legalább gyorsan megadta, és már van rajtam egy másik feladat. Remélem, azt is meg fogom kapni. Sötét van itt. Nem találtam lámpakapcsolót. Átadtam az ételt, de a következő feladatot nem én koptam. Most átmegyek egy kis cuccér, ez a következő címen, azt elviszem ide visszafelé a Rákóczi, nem tudom még pontosan hova, lehet, hogy a Kazincibe. Ba. Ez lesz a 11, úgyhogy rögtön jött azután, hogy azt mondtam, hogy nem jön. Ilyen se volt még, hogy észrevett a lámpa. Időben. Rákóczi 11-be megyek! Elment a YouTube gyanús. Mi ez a 7 méteres követési távolság? Máskor semmit nem csináltam. Sípig itt kell mennem. Hú, oda megyek. Hamar ide érek legalább. Működik. Hát a picsikák és nézácská van. Na és akkor átadtam ott, és akkor most megyek a BB Chickenbe. Nem veszem fel most már az utat, mert nincs elég. Hey! Olyan a dugó, mint a zsála. Oda megyek a két csirkéhez. Csirke. Hello! Az ételt átvettem, és megyek vele a Rejtő Jenő 4-be, de ahhoz el kell nem a dobik. Na itt vagyok. Megjöttem. Ezt is átadtam, várom a következőt. Ez volt a 12. címem. De sajnos már csak ezt a 38 percet vagyok sajnos bent. Ez van, ma így sikerült. És egy marki, és elviszem a Baros utcába, az elejére valóban. Ami jó, meg jó irányba is jöttem el. Mert a marki pont ebben az irányban. A marki, marka, ott van már parka. Hellóka. Na, az első cím az a Kis Stáció utca 5. Kettőt kaptam ugyanis, mint kiderült. Két jó dög nehézet, de nehézet, nehezet. Ez benne a nehezítás. Jaj.
kérdeztem. Hát, imádom három elmet egy gyalog kedvencem. A következőt a Vajdahunyad utca 28-ba viszem. Hát a második címet is átadtam, és most elindulok, mert letelt a műszak asszonyság felé. 5 óra elmúlt, több cím nem volt, úgyhogy jó napot, és aztán megyünk. És a gyalog jön, úgyhogy nem nagyon tud szórakozni most az idővel, kint kell lennie időben. Na mindegy, találkozunk legközelebb, köszönjük, hogy itt voltatok.